Na, üdvözlünk mindenkit a Stardew Valley-ből, itt van most Hun is, meg Emi is. Sziasztok! Hello! Aztán szedjük össze éppen, hogy mit akartunk csinálni, mert már nem emlékszik senki semmire. Egyébként. Hun már a játékot is keveri. Ki tudja, mivel játszott utoljára. A Stardew-ban nincsen vasfal, ha jól tudom. Jasszem. Bár most nem esküdnénk meg rá, hát végülis a 40-es szint körül azt hiszem ott már lehet farmolni a vasat. Meg főleg zombi nincs. Ah, ja, az lehet, hogy nincs. Ilyen izék vannak, ilyen múmiák. Ma nagyon szerencsések ott vagyunk. Ott van valahol. Ma nagyon szerencsések vagyunk. Lehet, hogy vannak geódáim, de nem vagyok benne biztos. Nagyon szerencsések vagyunk. Valami olyasmi. Kész a kávé. Nekem nincs, elfogyott. Előbb ittem egyet, real is, most meg lett egy. Ha vagy gyűjtsem a kávét, az a kérdés, ugye? Bentre kéne. Ebbe fér kávé? Akkor ide rakom, mert itt vannak a kávészemek. Hú, a bányában voltam. Ahogy látom, a bányában voltam, mert tele vagyok mindenféle vaccokkal. Le kell pakolnom. Azt nézem éppen, hogy azt hiszem ide raktam Hunnak a cuccait. Ide pont. Aha, ott vannak a bokcsoljaid, vagy mikedek. Az mind a tiéd. Azt szedtem le. A nagy földedről. Ja, utoljára ezt ültettél. Lehet, hogy az jó fizet. Egyébként még lehet ültetni szerintem, még pont van 7 nap. Valami kijön még. Elvileg. Most milyen nap van? Kedd. Elvileg minden nyitva. Ősz, tél, nyár, tavasz. Ősz. Ja, tél jön lassan, igen. Ó, az jó. Lehet majd bányászni. Ja, igen. Hát mondjuk annyira nem gondolom újra, mert nagyjából rendben vagyok végül is. Mert ez a bokcsoly az őszi volt. Igen, így van. Ezt oda rakjuk ezt. Ja, megjönnek a fák. Penny. Itt ült a hídon. Igen. Ja, szokott olyat. Azt hittem le akar esni. Ez megy ide. Ez eladás. Sén akart tenni, vagy nem tudom még. 10. Pont 10 tököt kell ide raknom. Az akárhogy is nézzük, majdnem 10 000 per kör. Vagy hát amikor kikelnek. Ezért meg olyan 40 000-et számítok. Vagy ezért lesz durva, amikor a 40 x 3 000-et fogok keresni a csillaggyümölcsön. Mert most majd az jön, hogyha kijönnek a dinnyelevek, vagy mik vannak most bent. Ez megy ide bele. Jó, na nézzük, van-e még geódám, mert most el lehet vinni a geódát, most nagy szerencsénk van. Ilyen nagyon. Még csak egy nyomorult geódám van egyébként. Összvisz. Tehát 28 napos a hónap, és csak azt jelenti, hogy ha most van 23, akkor 4 napos még kijön. Igen, de igazából telibe is lőheted. 5-tel is mehetsz, ha ma elülteted. Tehát olyan is jó még. Az 5-öst is elfogadja ilyenkor. Nem 100-at, meg ott a szemben még valami 80, valamennyi. Na hát 2 geóda, az jó. Ezt elfutok vele. Megnézem azért is akkor már. Gyorsan. Csillaggyümölcse, hogy állok, mert nem tudom, hogy vettem végül is, vagy mit csináltam. Aha, vettem és el is ültettem, rendes voltam. Jó. Hello. Hello. Gyorsan elfutok akkor. Akkor nem kell vennem most csillaggyümölcsöt se. Úgyhogy csak a geódát kell ellenőriztetnem, és letelemjék a bányába egy körre, vagy nem is tudom, valami ilyesmit kéne csinálnom. Mit csinál itt az Abigail? Itt a buszmegállóba héderezik.
Nem is láttam még, hogy itt szokott lenni. No. Akkor geodát bontsunk, valami jót kérlek. Hát ez nem, ez messze van a jótól. Hát nem tudom, hogy megérte ez. Azt mondja, eszközök fejlesztése. Iridium csákány, iridiumot kell hozni, azt nem tudok. 5 vasrúd az acélkapámhoz, az nem annyira érdekel. Az aranybalta, az mondjuk nem lenne rossz. Lehet, hogy megcsinálom, még pont jó lesz. Ja, leviszem akkor már ezt a múzeumban. Hol a múzeum? Itt van. Elmit, amit ügykötsz? Vásárolok. Na. Hát nincsen nálam múzeumnak adományozható tárgy sajnos. Én dobós vackokat találtam. Ó, itt egy küldi. Milyen küldi van. Hozd nekem egy üveg prizmás zselés és alaposan megjutalmazlak prizmás ragacsot. Robin meg 1000 fát akar. Gyűjteni egy hét alatt, akkor jutalmaznak, a végén megtartod. Ó! Jó, legyen. Elfogadom ezt a challenge-et. 6 nap alatt ki tudok vágni 1000 fát vajon. Megpróbálom. Holnap lesz szerda. Mi már vágja a busz megállóba, látom. Látlak itt is, hello. Lehet, hogy be lehetne ültetni így azt is rendesen, nem? Azt a részt. Ja, ez a két ember, aki néha meglátogatja, az csak nézne, hogy mi ez a ültetvényes ott. Ja. Azt csinálom, lehet, hogyha tudok csinálni ilyen arany... arany rudak... Ó, még egy aranyrudat kell csinálnom, és kész is vagyok. 1, 2, 3, 4, 5, meg egy szén. Ó, akkor ezt intézem is. Mennyinen kutya? Úgy. Holnap beadom lehet a baltámat izére. Fényesítésre. Na, erre fele vágd, így né. Megpróbálok kivágni 1000 fát. Ha tudok. Hát 21-et ad egy, az nem olyan sok. Biztos, hogy meg lesz az. Hol van sok fa? Na. Lefele, szerintem. Ú, mindenkinek számít. Ti is számítatok. Ó, ez viszont jó. Te is beszálltál a küldetésbe. Az jó. Meg amúgy is akartam. Milyen küldetés? Ugye ott Louis háza alatt megjelent már régebben egy ilyen nagy hirdető tábla, nem mondja, nem az, ami a... Ja igen, azt tudom, azt Pierre van. Mellett van, az ilyen nagy globális küldetések vannak, amik mindenki csinálja. És akkor általában ilyen darabszámok vannak, hogy ügysél 1000 követ, és akkor kapunk valamit. Ugye a jelenlegi játékosoknál számítja ez, vagy... Mindenkinél, tehát hogyha most, hát az aktív, most éppen aktív, most fogadtam el a küldetést, ha most ja. Te is vágsz, akkor te érdet is számítja. Hogy is számítja, hogyha amúgy nem csinál semmit, csak tudom, hogy el. Ja persze, úgyis kapsz érte jutalmat, tehát az elég. Amikor úgy ne afoljak, mint a múltkor, ugye? Ja, az hát, jó volt. Az egy 1000-esembe került, fel kellett kellem, mert már nagyon késő volt, hogy hát hogyha bealszok, akkor elmegy az effekt. Hát majd visszaadom. Nekem ugye letomboltam a játékot, és ugye bő monitorom volt, és ugye nem láttam, hogy... Még hogy meghallottad az ilyen hülye madár sisergést. Hallottam, igen. Na, hogy állunk? Ó, már 414-nél tartunk, Emi. Nem rossz. Meg lesz simán 6 napban rá, úgyhogy... Úgyhogy simaliba. Holnap is úgyis fát vágunk. Megültetek is majd, legyen helyette.
Holnap meg beadom, hát holnap akkor nem, akkor megcsináljuk a küldit, aztán adom be a baltámat fejlesztés. Ez kapufa lenne. Ugye el kéne kérnem Hunét. Odaadom. Hát most ugye egyelőre nem kell. Úgyse aztán semmire se szinte még. Igen, csak az aranybalta az még többet ad el, vagy mondjuk annyi, hogy gyorsabban kivágom a fát, nem? Ja. Az is jó. Kemény fa minek számít, az milyen fa? Vagy az semminek gondolom akkor. Állítom, hogy számít, hogyha ritkítva vannak a fák, mert akkor a picik jobban megnőnek. Legalábbis ezt tapasztalom. Van még idő? 23 óra 10 még van. Hát, hogy kijöttek az articsókáim, de nem biztos. Félig gyanúsak. Van edvem, az most lett egy csomó. Ide nem is ültetek fát, mert ez kitakarja a fékkertemet. Kezd késő lenni, azt mondja. Még azért gyűjtök fát egy picit. Még ezt. Na, hol járunk? Mennyi fánk lett eddig? 785-nél tartok, az jó. Na, holnap mi is leszünk szerintem. Hát kb. De valamit ültetnem kell az articsókás részre, mert kifizettem őket. 1, 2, 3, 4, 5 valamit. Azt mondja, hogy ez 10 nap, az nem jó. Őszi magvak az nem jó, 5 nap. Articsóka 8 nap, hát. Fú. Na jó. Jelzottok az időre. Ujjaj, tényleg. Netes. Igen, cinkes, karcos. Gyerünk. Tényleg, nagyon. Nagyon cinkes. Ez egy ezres lesz. Emi. Sikerült! Befeküdtem még 55-kor kb. Én például képzeljétek, pénteken úgy jártam, hogy... Élőben így mi? Valóság. 4-50-kor szoktam kelni. Most valamiért 4-55-kor keltem. 4-55-kor? Ó, és ez... És 4-55-kor nekem már indulni kell kb. Így, mert akkor éred el a dolgokat, nem? 0-5-kor van itt a vonat. És 55-kor így kiugrottam az ágyból, és azzal a ledülettel vettem föl mindent, az... Aztán go. És kértem igazából 6 perc alatt. Az igen. Még akkor nem igen volt időt fölébredni, hanem csak úgy, még ott a vonaton vagy, ahol éppen ültél, ott ébredeztél. Igen. Na. Mi történik? Ki nem okézott még? Én. Ja. Ja, nézed a bevételeket? Igen. Jól hozott a... Azért a bokcsolyra? Ó, oh, akkor az is egy jó cucc. Csak az már nem jön neki, vagy ki jönne még? Emi, valakábé. Valaki megöntözött, vagy etette az állatokat, lehet, mert nincs itthon a asszonka. Oh. Igen, köszönöm. Tessék. Juharrud. Tudok juharrudat készíteni. Bármi is legyen. Mindig van egy kis kávé. Melyik a juharrud? Itt van né. Adja azért a dolgokat. Itt aztán lesz bevétel. Az mind innyebor lehet. Valószínűleg. Meg lehet, hogy a tök is lassan majd ki kell. Magamhoz veszem az aranyaimat. Így. És akkor megnézzük, hogy ez mi. Hát ez bizony dinnyebor. Az bizony nem rossz.
Az mennyi is? Egy dinnye bor. Hát annyira nem jó. Ja, de jó, 1050. Akkor ez 40 ezer pénz lesz, lehet. Az nem rossz, az nem rossz. Az a baj, hogy a világ dinnyéje nem elég nekem, mert most 40-et megint belerakok, ezt lehet nincs is több dinnyém már. Oké. Okay. Nem is csillaggyümölcsöt fogunk belerakni. Megcsináljuk a nagy bizniszt. 5, 16. Egy jó. Na, legyen akkor... Én szereti az agyagot? Az agyagot? Szerintem utálja. Neki ízét adjál ilyen... Azt a sárga virágokat szereti. Dobok egy kis nárcit, jó? Jó. Hogy örüljön. Nekem lehet, hogy nincs. Az ilyen találós igazából a... Nem is tudom. De az csak tavasszal. Hogy berakd a hordomba azt az iszapot. Jó, kösz. De nézd, megkedvelte a hunt. Adott egy valami sár darabot. Agyagot. Agyagot. De drága a kecske. Ah, nem sok izén maradt. 14 csillaggyümölcsön maradt. Mi legyen a neve a kecskének? Kecske. Megkelek. Megkelek, az is jó, igen. Megkelek. Kijöttek az ég is, de jó. Na, szedjük le őket. Nem eszem meg a vörös áfonyát. Jó lesz a vörös áfonya, ha nem lesz már több dinnyém. Abból is lehet szörpit csinálni, azt hiszem jót. Vettél kecskét, Emi? Kecske mit ad? Sajtot? Vagy egy sajtot csinál? Ja. Kecske teljesztem. Igen. Jó, még egy kecske. Mennyi egy kecske most? 4000. 4000? Te jó ég. Ezek lablók? Azok. Jó, ez már csak tök, ott is a tök jön. Jó. Akkor elvileg meg vagyok mindennel, lepakolom ezt a sok vackot, meg a hunnak a agyagját, amit kaptam. Ezek maradnak, ezt lerakom, ez nem itt van tárolva. Jó. Ebben megy akkor ez, ez. Oké. Okay. Akkor kell ez is, ez is, ez még magamhoz. Jó. Ez meg akkor a szörp főzőbe megy ide. Articsókát meg berakjuk a őszládába. Hát jó. Mondjatok egy kecske nevet. Hát megkelek, az nem jó. Jó. Két kával megkelek. Articsóka. Jó. Rakjuk ide. Túri leszek. Jó, mondjatok még egyet. A négy kecskénk lesz. Hát, hú, nem tudok jó kecske neveket. Snoni. Nem. Snoni az nem jó. Ezt adta be. Adjál ilyen, ezért tőled ilyen animés neveket. Jajajaj. Na, az már van egy valami kacsa, vagy mi. Beszéltem én Hélivel? Már beszéltem. Na jó, húz. Vazul. Gyerekecske. Vazul néni. Gyerekecske. Gyere. Zonából kecskét. Kecske. Így hívta kecské. Na, kecske. Annak csak kecske volt a neve. Hova igyekeztem? Valaki? Iha, a városba. Gyorsan meg kell csináltatnom a... Nem kecske. Kecske. Kölcsön adod a baltárat, ha beadom? Fejlő. Oké. Okay. A
Vagy akkor be, ha otthon vagy, berakod a izébe, addig abba a szemetes ládába ott a végén. Aztán fölveszem. Jó. Folytatom a favágást. Projektet. Ollót vegyek. Ollót. Nyírnod kell a kecskét? Nem, az majd az izéhez kell, a birkához. Tényleg meg kifarmolhatjuk Huna izét, a középső farmnak a jobb locsolóját, ezt a hármast. Az sima bányász meló. Azt akkor nem köntözni. Itt vagyok. Itt a földednek a másik oldalán. Tökjeim vannak itt. De azt hiszem azt nem tudod ledobni, úgyhogy csak ebbe tudod belerakni ebbe a lálikóba mondjuk. Köszönöm, visszaadom majd. Ugyanide belerakom. A végeztem. Ja, mahagoni fákat nem tudom kivágni vele, gondolom. Ez sima, sima első fajta, vagy valami erős? Az még az első, igen. Legelső. Ja. Nekem is az van. Nekem még csak a csákány van. Azt a mindenit, ez tényleg más, mint az enyém. Gagyi. Körülbelül harmad ennyi időt kell ütnöm a... Aztán most ami fejlesztés lesz, az még ütősebb lesz lehet. Mindegy, ezzel már megcsinálom a küldit. Nincs gond. Örök, hogy én is fát vágok. Te is azt vágsz? Akkor lehet, hogy meg is van. Igen. Hú, beestem. Nem néztem, mi kell egy. Beestem 100 000 alá. Cici. Hát én is ezzel most a kecskékkel, de... Már csak 70 kell. 70 fa? Az meg lesz, mert nekem itt van két fám, amit ki kell végigvágnom. Kettő biztosan. Nekem meg van több is. Télen újra nőnek azok is, ahol te vágsz ott a világba? Hát szerintem ilyen. Már egy jó idő nem volt, mint is emlékszem, hogy ezeket már egyszer kivágtam. Hát ezt lepusztított az egész falut. Vagy ezt gyakorlatilag nem volt fa sehol, amikor aminek fára volt szüksége. Olyan volt, mint a sáskajárás idejében a földek. Megvan! Fölveheted a küldit, Hun. 2500 pénz. Na, megyek is. Hú, de megdolgoztam érte. Kemény volt. Na. Hogy csináltam ezt? Ügyes volt. A karakterem. Van itt, mi a trükk? Hát nyomod a dupp, mint amely, nyomod a D-t. És ugye nekem most ablakmódban van a játék, és kikattintok, és akkor beakad a gomb. Ja, úgy bevágoltatod gyakorlatilag. Jó az. Alulról kell ezt fölfele vágni, és akkor jó lesz. Session váltás, hát képváltástán nem működik. Ó, itt is csinálunk akkor egy ilyet, hogy így. Van 500 fám. Ú, nekem nem tudom. Szerintem nekem meg esztek, meg 83, hogy látom, vagy nem tudom. Valami ilyesmi készül. Esztek, az 999 fel. Ja. Ú, itt lesz erdő itt alul. De hogy bírnak a kerítések így szétesni? Nem értem. Azt nem a te izé párod szokta javítani, vagy az nem csinálja neked? Nem, azt mindenki szokta, csak nem én, mindig azt. Én biztos, hogy nem. Jó, nem te, hanem izé emberek. Aj. Emberek, nem tartasz embernek. Azt, hogy nem te, hanem az emberek. Miért nem vette fel a küldetést? Nem, az jár neked. A felkiáltója lepeti. Ott, ja. Ja, megvan. Ja, mert az alapból ilyenkor megkapja mindenki elvileg a küldit. Meg is kell nézni, mi a következő, mert lehet, hogy van valami jó kis. El kell mennem a kalandorok C-hibben, mert még az a küldetés is van. Ja, akkor neked ott jár valami eszköz. Kard, vagy ilyesmi. Gagyi kard. Kezdő kard. Ja, most kapod meg a rozsdás izét, cuccot. Lehet. Az igen. És már ez a, nem tudom, hatos szintű kardom van. Lehet, hogy odaadják, röhögni fogsz rajtuk. Kiröhögöd a kalandorok célt, hogy ezzel vannak oda. Ó, még van 3 magfa is ide. Abból esik a legkevesebb belül a magból. Jó, a mahagónit is elültettem azért. A mahagóni nekem fog kelleni, akarok gyereket. És ahhoz kell a gyerek szobához? Igen.
Úgy kéne elültetnem, hogy ne essen a tóba, mondjuk. Hát a fölül, alulról kell majd vágni, és akkor biztos nem esik a tóba. Ide rakok hármat. És azt a gólya hozza, vagy pixel gólya, vagy hogy? Nem tudom. Hogy működik? Nagyon durva erdő lesz itt lent, ha kinől. Mondjuk a kaszálónak a rovására egyébként, mert a kaszáló az most jó kasiló ide, mert télen nem nagyon lesz. Most feltöltöttem egyik nap, nem tudom azóta mennyit vagyok. Ja, jó. Itt a láva katona 25 ezerbe hát amúgy... kerül. Igen, azt vettem meg. Ja. Szerintem egyszerűbb már szerezni egy prizmatik shardot. Ahhoz hány kell majd? Nem egyszerű szerezni, de nekünk van ma. Hány prizmatik kell egy karthoz? Egy elég? Egy darab. Oda mész, nem tudom, hogy működik, de van az, nem tudom, megvan-e. Ott a sivatagban ilyen rudak állnak ki a földből. Ja, megvan az, igen. Oda kell, azt hiszem, ott kell valamit megcsinálni. Nem ja. tudom rányomni, vagy nem is tudom. Azt hiszem, hogy úgy működik, nem tudom pontosan, de ilyesmi. Azt nézem, hogyan van ez. 13... Akkor kapsz egy ilyen iridium kardot, amit nem 13 jel. Napig kell várnom bakker izére. Hogy megkapjam a nagy lóvét, majd a csillag borokra. Még az lenne jó, hogyha a csillagborok elkészülnek, és beraknám abba a nemesítő ládikóba is, és akkor még drágábbak lennének, nem? Tehát azokba lehet még szorozni az árát. Az S pont az... Kettővel még föl lehet szorozni, akkor egy üvegért 6000-et kapnák, és 40 üvegem lesz belőle. De az már bunkóság lenne, nem? Hát és legalább a szomszédoknak egy keveset. Az is benne van a pakliba. Ja, van egy stack, egy stack. Egy stack meg 536 fán van. Ami még elirigyelné a kemény fa mennyiséget is, amit birtoklok. Mennyi kemény fád van? Hát 87. Az igen. Mit kérsz? Hát korlátlan szenet. Elmegyek szemedbányászni egy hétig eskült. Egy az egybe cserélem szénér mondjuk. Jaj. Kaptam sört, bemtelezem. Mert nálam a kemény fa úgy végzi, hogy megy a izébe, fa lesz belőle, aztán a izét csinálok belőle szenet. Adok cserébe fát, még többet is annál. Adok 500 fát, még többet is. 500 fát, még többet is. De nem kell fát, annyi fáma, hogy belefulladok. Akkor adok... Meg kell néznem egyébként, hogy a Robint meg kell kérdeznem majd, hogy hogyan, hogy ér adja azt a házat, amiben bemegyek, aztán ilyen terület van benne. Van olyan, hát hogy ilyen, nem tudom, ja, azt tudom, hogy a hordókat beletolva. Ismerem. A sima fa, szerintem, de nem kell keménykedni. Hogy te jársz a Robin fele mostanában? Ja, de most megkérdezed majd? Hogyha majd arra jársz, akkor esetleg megkérdezed. Én is majd megyek arra, lehet csak. Azért nem biztos, hogy elugrok. Megépítem neked a kemény fájdér, no? Még tudom. Ki is fizetem. Azt a mindenit, találjátok ki, mennyit kaptam a 40 dinnyeborért. 42 ezret. És az csak egy ezres. 100-valány ezer lesz az bakker, a csillaggyümölcs termés. 100-valány ezret fogok kapni. Úgy nem csoda, hogy ilyen milliárdosok az emberek a mentésekbe. A gyümölcs az jó biznisz. Aj, itt aludt nálam Hun. Nem nálad, Hélivel aludtam. Ja. Azt mondja, legyek óvatos odakinne, hogy lezuhanjak egy bánya aknába. Aggódik. Valamit szétfúrt itten, nem? Sebastian megöntözte a dolgokat, és mondta, hogy figyelni fog egész nap. Lelke készakája lesz majd valamikor. Há? Micsoda? Egyik kevésbé ismert hagyomány az arany tök utáni keresés. Ha a városban van kísértet, útvesztő, akkor biztos, hogy valahol el van rejtve az arany tök. Azok nagyon értékesek ám. Hát az arany tök igazából annyira jó, hogy az összes karakter legjobban szereti, tehát ilyen max csillagos, amúgy nem más, nem jó más, azt mondtam. Ja. Akkor az nekem értéktelen, mert én nagyjából nekem adhatom telibe, hogy kinek mi tetszik a városba. Ja, építek neked egy ilyen házat. Éppen most mondja a nem tudom ki ez, hogy olyan sok cuccom van, hogy miért nem építek valamit. Kőláda receptet meg elküldte nekem. Az azt jelenti, hogy abba többet tudok pakolni?
Vajon, hogy néz ki egy kőláda? Kőláda? Aha. Itt a kőláda. Én is kaptam, csak 50 kőből van, hát ugye megnézem, hát annyi köven van, hogy abból megint... Egy hely, ahova berakhatod a tárgyaidat. 75. Oké, okay, csináljunk egy kőládát. Nézzük. Tudj, hogy... Van Szotyi. Lejött a Szotyi. Vagy kijött a Szotyi. Jött. Az is jó. Azt mondja, hogy hova tegyem ezt a ládikót? Nekem ide. Legyen, mondjuk. Hát ide berakom ide addig. Vagy a Maci mellé. Ide fölre. Tehát mit tud? Nem tudom, ugye megnézem. Hát semmit. Három soros ez is. Meg ez is. Hát annyi, hogy 50 kő. Hogyha kőből van többed, akkor... Hát, hogy kőből több van. Nekem is egyébként. Abban vagyok erősebb. A Sunflower kell valamihez egyébként. Azt az a legkedvesebb a Hélinek például, amúgy nem tudom mire jó. Lehet, hogy el is lehet adni. Az Assos a Narcissnál is jobban kedve mindennél is. Ja, igen, a szobában is ez van. Azt mondja... Ez a kedvencem. Ja. Azt mondta. Azt hordtam neki, amikor esküvő előtt, mert nem akart felvenni egy szívre, amennyit tervez. Ja, már szeretett ajándék. Kész a mézem. Az azért jó, mert mehetek megint a ládámhoz lerakni. És melyik az én mézes ládám? Ez mondjuk, ja, legyen ez. Van egy, a sok emberek közül van a legvégén egy ilyen hely, akit én még nem is ismerek. Milyen ember ez? Kérdőjel a neve. Hogy néz ki? Nem mutatja? Hát ilyen... Várjál, ja, nem látom. Szandi, azt hiszem, vagy Szondi. Az a, akkor el kell menned Szandihoz a sivatagba. A sivatagba van. Aha. Még nem jártam. 500 pénz a buszjegy. Mert tényleg mehetünk a Skullcavernbe. Ja, az tök jó meghalni. Nem? Ja, nagyon jó. Hányszor meghaltam ott egyszer bent, azt meg is haltam. Akkor vettem hirtelen felindulásból a, azért a lávakardot, mert mondom, semmire nem jó az a kard. Azóta nem mentél. Ja, azóta nem. Farmépület, házfejlesztés, mi milyen? Meg, ja, gyerek, izé, igen. 150 kemény fej és 55 a gyerek szoba. Én azt akarom megvenni. Ja, meg megnézem a farmépületeket. Azt mondja, van csűr, az nekem nem kell. Hogy kell lapozni ezzel? Na ez se kell, ez se kell, ez se kell. Malom. Ebbe lehet csinálni a lisztet, gondolom. Az nem drága egyébként. 2500 font, abszolút nem. Szövetet mondjam, nem tudom, hogy kell csinálni. Üres épület. Na ez kell. Hát ez semmi. 300 font és 15000 pénz. Ez bármikor. És ebből lerakok. Ebből csak egyet lehet? Többet is lehet szerintem. Csak ugye hely kell valahol. Jó, csak azért ez, hogyha lerakod, akkor ebből lesz akkora hely, ahogy most van az élet, hogy a kettőt vagy négyet is le tudok rakni ebből a házikóból. Na jó, ezt megjegyzem. Köszi, Robin. Ja, van még valamit? Hadd nézem. Ládikó, dobd be a tárgyakat. 250 arany és 150 fire ilyen beledobós ládikót is ad. Nekem én nem van. Automata etetővel vehetsz birkákat és... disznók, a 12-es istálló. 12 csürállatnak. 20 ragacs. Ez ilyen ragacsház. És itt a ló. Lehet, hogy veszek egy lovat egyszer. Én meg kétszer. Egyszer. Egyszer áll meg. Ja, te nagy utólagos felhasználó vagy. Igen. Ja, én meg viszem vissza a baltát, meg itt cipelem a baltádat, hát ha kell neked. Nem. Most épp nem. Teljesen szabad programomban, nem tudom mit csinálja. Kell mennem a bányába. Bányászni. Tudj is elnyomtam az összes aranyamat, lehet lemegyek aranyat keresni. Berakom ide a utolsóba baltádat. Jó, mi kell ahhoz az öntözőhöz, amit farmolunk? Mennyi szényet adnád, aztán nem tudom hány kemény fát. Mennyi szényet? Hát minimum ugyanannyi ér. Hát... minimum ugyanannyi... Drága. Plusz kétszeres. Ja, meg akartad venni.
Igen. Az drága bizony. Hát ha nem 250 vagy ennyi lenne a nyomorút szén, akkor én csak azt vennék. Nem is tudom egyébként, remélem lesz valahol nagyon sok szenet lett. Azt hiszem a Skullba lehet sok szenet találni. Csak az veszélyes környék. Ugye? Nekünk meg izékel a öntözőkhöz vas, meg arany. Azt hiszem... Vas meg arany kell. Jézusom. Hány a szinten nyomott hún? 56. 56? Akkor lehet, hogy nem új futunk össze. Mi az Isten ez? Aha. Hello. Volt egy kis drop. Hoppá. Megeszi a gépemet. Ajzé. Szeró. Nekem is. Oda néz, 3 széneset. Tudja a játék, hogy mire van szükségem. Most a Minecraftod egy megeszik 11%-ot. Kipróbálom az egy gyűrűmet. A vámpír gyűrűt. A világító gyűrűt azt nem kéne levennem mi? Az csak csillogsz a napfényben, nem? Az azt csinálja, hogy elszívom az életerőjüket. Ja. Hogy amikor megölöm, akkor esik belőle életerő nekem. Lehet, hogy úgy kéne, hogy a 10% támadás helyett a világító gyűrűt használni. Ja, egy kicsit nagyobb a fényem. Legyen így. 3 szén. Az nem rossz. És meg akarom gyűjteni az aranyt. Te úgyis vasat gyűjtesz hunot, mi? Főleg. Eddig még nem. Ja, még nem. 40-nél van a vas, 40 a legjobb. De 4 darabom van. Meg lehet egy smaragdom is. Az jó, azt el szokta kérni, Emi. Vagy hogyha te valakivel bandázol, akkor meg kell nézni. Szereti a smaragdot. Valószínűleg ki szeretik. Már megvan a kiszemeltet, hogy ki lesz az asszonyka itt a faluba? A Penny csak kéne hozzá a szarvasgomba. Vagy nem, Lea. A Penny szeret... A Leának tudod mit hegyél? Salátát. De én nem tudok, hogy az hogy kell. Bemész a izébe, a kocsmába. Nem tudom, max 300 is salát, és én már majdnem full szívem vagyok vele, és csak azt adtam neki. Na. Annyit már van bele, nem tudom, hogy szívem. Hat, akkor hét. Megyek is a kocsmába. Ennyi. Irány a kocsma. Legjobb hely. Mennyi izét kifarmolok? Legalább ez a sok hülye követ, amit innen a létrekeresés miatt. Ja, ott a létre, most látom. Azt legalább izét csinálok belőle. Mi a francot? Ládikót. Ó, invázió van, ez biztos kemény lesz. Na jó, nem. Legalább kipróbálom a denevéreken, hogy visszatudom-e magamat full HP-zni. Ó, vissza egyébként. Hát javult az állapotom. Ó, fullon vagyok szerintem. 2 hiány. 3 szénér oda. 3-ért biztos nem. Esély. Mik ezek? Hol vagyok én, basszus? Koponyafejek vannak itt. Azt mondom, a salátod egyébként itt 2-20-nak mutatja. Neked akciós. Nem tudom, hogy sem mennyi szóltam. Nem itt lehúzták. 2-t adsz neki egy héten, akkor a heti az megvan, és beszélj vele. Így működik. Drágaság van itt. Minden héten 2 darab, és minden nap beszélsz vele. És hol van most Lea? Hát le, hát most vagy lehet a kocsmában, ha nem, akkor házában van. Elment le a kocsmába. De most már is sem mehetsz be, mert 2 óra van. Vagy mi az 20? Jaj, nem mondd már, hogy 2 óra van, megijedtem. 20. Na gyertek, titeken fogok fölhápézni magamat. Találtam egy izét, aminek ilyen tekercset, azt gyűjtöd a ajándékba valakiknek, nem? Igen. Ja. Most azért megyek rá, hogy visszahápézzem magam, ez tök jó sport. És megvan. Meghalt. Emi. Jó, ja, ez az Emily, ez nem az. Mi?
Így nem lesz meg a visszatöltés, hogyha mindig megtámadtok, meg kell egyek egy kaját. Farm bevétel 1,270 000. Az igen, 1,270 000. Annyi az összbevétel, na? Az nem rossz egyébként. Az azt jelenti. Egy omlettet is benyomok. Ah, rohadt denevér. Omlettevés közben támadott meg. Tehet ilyet egy denevér? Vele ég romlott. Fajta volt. Na gyertek denevérek! Hú, mennyien jöttök. Rendszerre izék vagytok, puha testűek vagytok hozzám. Le is mészároltam nagyjából őket. Lávakardomnak nem tudnak ellenállni. Na van még, de nevér. Ott még egy jön. Kettő. Meghalt. Ó, megharapott. Na még egy jön. De kell tőle valami csúnya vírust. Ja. Még rátámad egy manac is. Megvan a baj. Az aranycsákány is bevált, ez is ilyen kétütéses minden vele. Maximum a keményebb anyagok. Kövek meg egy. Magma geóda jött az egyikből. És már zzz van lassan. Francba. Ne köpködjé. Kettésbe találta, rohadjon meg. Így még hallotok? Hát így távolról azért igen. Mentél a konyhába? Nem. Csak feljebb toltam a mikrofont. Hallunk. Egy kicsit most... Az a baj ez az aunával, hogy ez... Csak egy bizonyos szögben lát. Ez nem 360-ban lát, hanem... Úgy fordítom a... Ja igen, igen, neki azért fontos, hogy... A ledes fele legyen feléd. Igen. De ezek, hogyha kint a konyhában történik valami, azt egyben meghallja bármilyen szögből. Azt arra figyeltek, ja, hogy... Ha ilyen nem odaillő zaj van, akkor ez behallatszódja. Idő van lassan, csak mondom. Na, már nem rakodok le, majd csak holnap, mert nehogy baj legyen belőle. Héli már alszik, meg egy kis folyás is ott középen. Kilógott a sapkát, nem tudta lebújni. Egyébként fizikailag melyik a házad? Lehet, hogy itt az alattam lévő, mert abban benn van még az ajándékod is. Igen? Ja. Az a 10 vagy 20 paszternákot kap az ember. Az most attól függ, melyikbe kezdett. Azt hiszem, én a kőházba kezdtem. Hát akkor az az ő házam. Minden esetre ott lesz a padlón az ajándékod, ha még nem vetted fel. Abból tudod, hogy az a tiéd. Mert másik háznak a ajándéka nem tudod fölvenni, tehát... Igen, igen. Meg azt nem is látod. Szerintem nem is, vagy próbáltad, akkor látszik, csak nem lehet fölvenni. Nem tudom, megnézem. Látszik, csak nem lehet fölvenni. Holnap lesz az a valami, mert a Héli el akar menni. Jó, Sebastian is izgatott. Mi lesz holnap? Hát valami... Valami. Várjál. Valami rendezvény. Lehet, hogy éjszakája lesz. Ja. Ajaj, az, és az mi? Kb. A lőtéri kutyát nem érdekli, csak a Hélit meg a másikat. Ilyen. Ja. Nem is korban. Írtak is izét, lehet, hogy ebbe lesz. Aha, itt van. Lehet, hogy ez a... Ja igen, jön a... Ez az izé utolsó előtti napja a ősznek. A Lea hol lakik? Valahol ott lent a Marni alatt, nem? Vagy nem az az ő háza? De. És a Lea az jó feleség, vagy az ilyen, melyik a lusta? Azt mondta Emi, nem? Ja. Lea az az. Mert van egy ilyen kajak lusta, amelyik nem csinál semmit. Hát a, ő nem kell. Nem tudom, csak van egy olyan. Lehet az Abigail pont. Nem hiszem. Az Abigail az nem mondják olyan rossznak szerintem. De Emi mondja. Ja, az Emi mondja, igen. Akkor rossznak mondják egyébként.
rakjuk mondjuk ide. És mennyire lent? Hát közvetlenül ott, ahol az állatok vannak, az alatt. Ilyen kis ház valaki. Igen, egy ilyen tóparti ház. Nem sokkal, egy képernyőnyire sincs. Ja, látom. Írja is, hogy hol van. Ja, azon a térképen tényleg. Hú, mennyi állata van az Eminek. Be van zárva, ez nem jó. Nem engednek be. Hát csak akkor már egyszerűen. Hát nem vagy a cimbie. Nem bele szíved. Miért jöttem ide egyébként? Jó, mindegy, nem tudom miért. Ja, de tudom már. Sérfó hol van? Ezért mi. Hát mondom házába. Meg kell várni. Pár nappal kocsmában. Elég korán mentél, úgyhogy szerintem még alszik, vagy ilyesmi. Megöntözöm a járólapjait. Annak körül a tiszta rozsda lesz minden, mire kijön. Ez mehet ide? Ó, nem, ez nem ide jöhet. Van ilyenem, ezt nem ide rakjuk. Ezt igen. Bombát nem ide rakjuk. Ezt ide. 19 szén darabom van most. Jó. Rendszerezzük ezeket így. Ez megy ide, a bomba oda. Ez ide, ez oda. Geóda. Egy geóda, két geóda, három. Van egy pár geódám. Gyűlt össze. Jó, ezeket máshova rakjuk. Van egy tekercsem, ami egy törpe tekercs. Nem tudom, ilyet már adtál az ének? A Günthernek négyes szintű. Mit ír rá? Hát mit tudom én. Hát ráviszi az egeret. Megnézem. Mit mond? Megsárgul pergament, ami... Akkor már vittünk. Akkor vittünk. De neked ez jó, a törpe barátodnak oda szoktad adni, nem? Vagy mi? Tudom. Akit azt sem tudom ki az, de te hordod neki ezeket a szarokat. Az hol lakik a törpe barátod? Bemész a bányába, és ott jobbra. Ja, az a sötét. Sötét törpe. Ja. Sötét. Akkor jó, akkor tudom már, hogy melyik az. Most remélem, hogy kijönnek az én még a... Tudnánk kis tavat csinálni, amiből lehet horgászni. Van annyi... Nem kell olyan. Miért nem? Lehet benne fóliát. Betehetnénk ide simán a főtérre, télen is lehet szórakozni. Oda kút mellé milyen jó lenne. Nem kell. Vagy olyan helyre, ahol még hún öntöz manuálisan. Ezt én raktam ide, vagy te raktad ide, mi ezt a... Mit? Napraforgó virágos lázizét. Na mindegy. Odébb rakom, mert mindig belebotlok. Ide rakom a... Mondjuk... Itt az ajtóba. Így. Na jó, akkor elmegyek, mit tudom én, bányászni. 17 aranyat találtam tegnap egyébként. Akkor azt csináljuk, hogy abból veszek ki. Nem az egészet. Jó, mindegy, az egészet. És berakjuk ide. Olvasztunk folyamatosan aranyakat. Csinálni kell az öntözőberendezést. Nincs is másom. Csak arany. Aranyom. Na erre gondoltam, hogy ezt a földet is beraknánk ilyenekkel, mindez, az a 8-as öntöző. És ahhoz kell a... Mit is kell hozzá farmolni? Aranyrud, vasrud, meg kvarc. Nekem igazából mindegyikből azért akad. Most elkezdtem az aranyrudakat farmolni. Hozzá. Megpróbálom az izét. Hát aranyból nekem van 13 rudam. 13 rud? Uh-huh. Akkor lehet, hogy az izét kéne farmolnom, a vasat? Mert vasam van, csak égetnem kell ki. Elmék a Skull Cavernba lehet. Van 25 kiértem. Kiégetve meg 9. Akkor
akkor mégiscsak ilyen aranyrudakat csinálok, meg kvarcrudakat, és akkor, ha gondolod, akkor csináltunk ilyen öntözőket majd. Jó. Mert télen is arra terveztem, hogy ezeket farmolom, hogy ki telerakjuk ezt a földet, aztán nem kell öntözni, csak ültetni bele. Akkor elmegyek, akkor végülis most még kell inkább vasat vagy aranyat hozzak föl. Inkább aranyat, mi? Mert 5 aranyércből lesz egy rúd, meg egy szénből, meg a vasnál is 5 vasérc, meg egy szén a rúd. Hát akkor lehet, hogy inkább aranyat, mert ez lett kevés. Akkor megyek a 90-es szintre, hozok fel aranyat még. Ezek, hogy kopog a fején a kő. Na. Ma megint invázió lesz, hogy mi? Invázió. Ó, itt egy ládikó. Mit adtál, ládikó? Semmit, jó. Ma nem vagyunk szerencsések, lehet. Nem kaptam a ládikótól semmit. De aranyérc az van itt bőven. Hopp, egy bomba. Kipróbálom ezt a bombát, ide rakom. Aszta! Éppen egyre voltam, azt hittem a közelebb meg lehet állni. Megúsztam. Na megint itt vagyok, itt a szenesbe. Micsoda ellenfelek vannak itt, kérem szépen. Bedurvultak. Nem ilyen hagyományosak jönnek szembe most már. Oké. Okay. De legalább van arany. Nem is kevés egyébként, ha most találtam 19-et, de lehet, hogy a csákány is hozzátesz. Nem mondom, hogy nem. Jó legyen az, hogy kiírom először a mobokat, mert nem lehet, hogy itt közben moleszterálnak. Parapott az egyik, hopp, ez nem talált. Na Batman, gyere. Ó, 2-ből nem ültem meg, ez fura. Oké. Ki az aranyat. Septibe. Na, vettem új sapkákat. Nem minek az achievementje. És laggolok, és kitobott a játék. Na, vissza tudsz jönni, nem? Talán. Biztosan. Ez a lag az érdekes egyébként, mert nekem is szokott így akadni a játék néha. Pedig összesen a játék elfutna egy... Kenyérpirító. Egy Mikónak a digitális kijelzőjénk. Ott miért nem találom el ezt? Na mindegy. Ki kell szabadítanom ezt a nyomorultat. Tűntek meg a kalapjaim. Hova tűntek? Hát nem vettem meg őket. Ja. Ja, mert viszont a pénzed sem fogyott így el, nem? Ja, egy időd veszt az ember, gondolom. Nem kéne egy jó páncél. Mindenképpen. Itt a Sebastian a kocsmába. Mit keres ott? Nem utálja az izét? Hunvég bemószerolt a feleségének.
Biztos jóba lesztek most Sebastiannal. Kérdezte, hogy milyen mit szeretek olvasni a Homies Kifit. Á, itt a Robin Hood. Vagy mi az már? Leo. Robin Hood. Robin is itt volt egyébként. Robin a spagettit szereti. Összeraktad őket. A táncot. Hát én csináltam a spagettit. Csak most azért nem tudom összevonított vele. Valóságban igen. Na, mi is pasztát gyártottunk. De már itt adja neki itt az ötleteket, hogy ha van konyám, akkor csinálják neki valami főztet. Jó, adta neki ilyen, mi ez? Csak nincsen konyhád. Salátát, hát még nincs. De hát meg is nálam tud főzni, csak... Igen. Csak kifőzi a hűtőből a komponenseket. Meg csak ne hagyok disznót, mi? Ja. Ó. Oh. Nyomorult rák. Hopp, egy bomba. Már is nyomom. Ahol sokkal vicson oda kéne nyomnom. De nincs olyan. Ha valamennyi követ szedtem megint, vagy izét, aranyat. Vannak geodáim is. Nem is kevés. Még szenet is találtam. Találom a lejárót. A nagy kő az is olyan 3-4 ütés kb. Ezzel a csákival. Szerszámfejlesztés megéri. Invázió, ne? Éjfél. Igen, mindjárt hazamegyek. Na ezt még kinyírjuk. Ezt meg ezt. HP-mnak kb. Is mindegy. Visszagyógyulok. Az idő 40? Még hazaérek, jó. Akkor bánya elhagyása. Még egy-két denevér szárnyat kifarmoltam. Megyek haza, mert fökeltem Hunt meg Hélit. Későn érek. Hát még így is később fekszik le mindén. Nem. Bent mi készül? Szén? Szenet csinálsz? Emi szenet készít, ezért a kemény fájér lehet. Hát mi másért csinálsz, a szén nem kell. Hó, nagyon jó. Mindjárt 60-on. Én gyakorlatilag én adom a kemény fát neked a szénért. Adsz nekem. Mennyi? Van ott egy az egybe cserélem. 90 kemény fát kell adnom? Igen, és akkor én adok 90 szemetet. Jó, jó, én nekem áll az alkú. Csak sok fa. Ha nincs fa a környéken. Kivágtam szénért. Most azon gondolkodok, hogy 100 szén az 25 ezer pénz. Igazából az se vágna földhöz. Már. Jó, sok pénzed van? Hát... Most 150 valány ezer van, de kijönnek a, kijön az összes csillaggyümölcs, nem is tudom, az ilyen 100 valány ezer lesz az a biznisz. Kijött a tök. Holnap esni fog. Kijött a tök, az jó, az nagyon kellett. A lelkek ma nagyon boldogok, úgyhogy el kéne mennem a izébe is. Magma geodákkal, meg minden szarra. Az összes tök kijött. Akkor szerintem elmegyek a Clinthez. Először. Szerintem kertészkedős gyümölcsöt nem érdemes szednem, mert, vagy ennem, mert a tököt nem dobott többet sose. Eddig még életembe. A hinarat meg az ilyesmit azt ide szoktam gyűjteni. Igen. Jó. 43 izét hoztam most föl. 43 mi azt aranyat. És így van 295, nem is kéne hoznom ilyeneket, elég a szenet találni.
6 aranyrud is van itt. Nem oda való, ez oda való, ez nem oda, ez oda, 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 ez nem oda, ez. Így enni. Magamhoz veszem ezt a geodát, meg ezt a geodát, ezt meg lerakom. 3 geoda van, meg 5 magma geoda. Ja. Ennyi, gyakorlatilag. Mikor nyit a Clint egyébként? Az hol is a mappen nézitek? Soha szerintem. Mappen lehet nézni, igen. Vagy ma nem nyit? Hát mert buli van. Jó, de este lesz, nem? Csak ki nyit, hát nem hiszem el, hogy izé este tűzijáték van, aztán nem nyit ki aznap. De nem, azt mondja, hogyha buli van akár este, nincsenek nyitva semmi. Na most lecsekkolom. Vagy hát szerintem így van. Mikor jön ide a Pam egyébként, hogyha izé van? Alapból a busz megállás. 10-kor. Akkor még nincs itt. Na jó, bemegyek a városba és megnézem. Azt írja, hogy később menjek vissza. Nem is lehet bemenni a városba. Ó, hogy az a... És akkor ma miért szerencsések, majd ott adjam neki a fesztiválon, hogy nézd már meg a geodáimat, Clint. Lehet egyébként. Na, valószínű, hogy ezt elfogadja. Na jó van, akkor ezt elcseszte. Na jó, akkor leszedem a tökömet. Nincs mit tenni. Az utolsó szület, most már nem ültetek semmit erre az egy napra. Holnap még kijön a maradék tök farmom, ott melletted, Hun. Neked most mi lett? Végülis ez a bok lett, vagy? Az jó biznisz volt azért. Még sok meló is. Az igaz. Azt bánom, hogy a trágyázott földem el fog tűnni. Kapják a tökömet. Ugye ez megnehet a csojt. Néha rányok illetve. Ja. Ebbe a izébe kell rakni, ebbe a kukásosba. Ott van a baltád is még. Ez nem Minecraft, nem a kardoddal is. Ott azt hiszem karddal is lehet szedni, nem? Igen. Horgász, bocs, se rossz. Hú, kijött az izé is, most látom a... Arra leszek kíváncsi, hogy még egyszer terem-e esetleg a... A vörös áfonyám az még jó lenne egyébként. Pár darab söröm is lesz, azt lekaszálom. Ha megtalálom a kaszát, mert már nagyon régen nem láttam a kaszámat. Van itt még padlizsám, vagy mi ez? Ja, azt máshova kell majd tennem, azt külön szedem, mert... Megkeresem a kaszámat. Hol lehet az? Á, megvan. Így aranykaszám van, te jó ég, miért költöttem ennyit rá? Az igen. Így azt kaptuk. Azt nem úgy vetted. Azért mondom, mert ennek aztán nulla értelme van, nem? Ez olyan, mint a Netherite kapa. Ja, igen. Arra van egy achievement. Hát én mindenképp megszerzem majd. Hol kell tenni ezeket a dolgokat? Ebbe a kukásba itt alul a tököt. A padlizsánt azt meg... Azt is aggódom, majd elpakolom. Köszönöm. Van egy szénám, Emi. Mit csináljuk vele? Hát akkor én kidobom, mert nem akarom rakosgatni. Most te berakod a silóba, de most egyesen kell. Nem, de biztos nem megyek el odáig. Haley hol van? Hát, vagy lehet, hogy fotózik, itt kint szokott lenni. 154 aranytök lett a trágyázott föld, az nagyon megéri. Ez itt mi? Hol? Ez egy vodlicer. Na, elvesztettük Hunt. Na. Megtalálta a zenedobozt. Kellett oda tennem. Már csak az kell, hogy űrhajónk legyen, minden már ezéből Space-be szokott idig jönni a zenélős űrhajóval. Megtalálta, de nézd már, DJ-skedik is. Kis Knight is kéne oda, nem? Ja.
Akkor már csak zongora kéne ide, nem? Igen. Ez hát így jó. Nekem is még szerezni kéne egyet. Egy ilyen midi lejátszót. Néha elkap a hív, hogy én is ütsem a billentyűt. Na ezért nézd meg, a hardware apron ott szoktak lenni jók ilyenek, ott vettem én is ezt a típust. Nem is rákatom, minden nap megy zongorázni. Szinte. Na, hát akkor égetek egy kis izét most ki. Öt ilyen kell. Ja, ebből nem. Most égetek ki vasat. Mennyi kell? Hatot már tudok. Várj csak. Hát lehet, hogy 6-ot, akkor 6-5 az 30. 5-5 az 25 inkább, akkor visszarakunk párat. Nincs 5 ilyen gépem. Na mindegy. Ezek úgyis gyorsan megvannak. Elvileg mindjárt tudunk csinálni, bár mondjuk most annyira nem fontos, de 6-ot nem sokára tudok csinálni önerőből is, 6 ilyen öntözőfejet. Üvegházba kéne berakni. Mit? Öntözőket. Hát most van benne. De itt az egész. De iridiumom nincs, tehát ezek csak simák. Ja, simára vesz, az itt iridium. De egyébként megcsináljuk simával is, hogy ezt be lehet valahogy normálisabban rakni. Hát be lehet, de akkor majd inkább az iridiumot formoljuk, mert csak 6 kell, vagy nem is tudom. Jó, de most ugye az nincs, és azért inkább nem járok be. Inkább elvesztek 3-4 ültetést, mint hogy bejárkáljak oda locsolni. Meg most azt hiszem, hogy gyümölcsfájd is működnek. Ja. Amikor nagyon drágák voltak. Arra leszek kíváncsi, telet kihúzom-e a hordóimmal, hogy lesz annyi gyümölcsöm, ilyen mindenféle. Na, ott láttam egy gyémántot, akkor átfejlesztem gyémánt kapáról és a baltáról. Jó. Belerakod ebbe a ládába, ez a crafting table pont 9-es, mi? Ja, csak eladják, nehogy elad a gyémántot, Evi hülyét kap. Ott másolgatja. Már van ám, Emi, 4. Fele tied. Jó, ez megvan. Oké. Okay. Nincs is helye vasrudnak. Mikor kell menni? Kiírja. Ja. Azt mondja, itt van finomított kvarc 2. 1, 2, 3, 4, 5. Annyi nem is kell, 4 kell csak, ja. És akkor 1, 2, 3, 4 szén. Így. Valamit kell vinnem erre a bulira, vagy semmit? Pénzt, nem tudom. Ez van. Kicsi utolsó madár ijesztőmet ebben nem tudom majd szerezni. Mindjárt kész lesz az, azért berakom ide ezt, és akkor szuper. Hova jöttem? Télen szerintem meg lesz az ez a föld fullra. Na, én kiváltam az összes fát, ami létezik itt lent. Akkor rendben van térre a cucc. Akkor télen van tüzelőd. Hát nem lesz, de lehet lesz gyerek. Ja, összejön az, ja. Meg lesz a szén. Színmennyiség? Nem mentem, Clint már csak, és sose veszem észre, hogy kész van a baltám, mert szerintem már régen kész van, nem? Hát, te sose veszel észre semmit. Ja, az igaz egyébként. Ilyen. Jó. Ez olyan, mint egyébként a ilyen szervizek, hogy 5 hét, azt már az első héten kész van csak. Ja, kb. Igen. Na, meg lesz az 5 kvarc is. Vagy mit tudom én, mennyit raktam bele. De a 4-et, itt van 2, akkor lehet, hogy még tudok. Ez ilyen gyorsan megvan. Ez sokkal gyorsabb, mint a másik. 5 öntöző már van is. Ezt kis le is gyártottam. Le is rakom. Nem, mintha kéne, de már lepattintjuk ide. 1-et ide. 2. Egyet alulra is. Vagy akkor ezt azért végrakom. Egy
kicsit megkomolyodok. Na. Sapkát raksz magadra? Lehet. Tényleg azt akartam lenni, de amúgy vannak új sapkáim. Na, hol az első oszlop, az fullos, meg egyet megkezdtem a másikon. És itt az első oszlopba szoktam ültetni. Nem kell már menni. Kész az esemény. Hol kell, lefele? Vagy a város? Nem, város főterén erre. Ja, akkor jó. Hello. Hello. Úgy vagyok itt a városban. Teljesen úgy levetted a pólyási sapkát. Gyere világítok, mert te sötét vagy lehet. Nem, mi már benn van, nem, őre kell várni. Aj, sajnálom, bocsánat. Van, aki lóval jön. Na nézzük, mit árulnak. Töklámpás. Hú, de drága volt. Ritka madár ijesztő 5000 ér. Nem, nem tudom odaadni Hélinek az ajándékot. Gyert veszek az lámpás. Kell egy menőstőnyeg 4000 ér kell. Nem. Jó, vettem mindent. Én vettem egy lámpát. 2000. Mi ez a sírkő? Veszek egyet abban is. Én is vettem. Menőszőnyeg. Most megvan az összes madárjesztő huntek. Nézel ki. Hú, elkötöttem mindent is. Mondja Lea, hogy szia, bocsánat, tele a szám szederrel. Hát jó. Sebastiano, most beszélek először, pedig otthon mindig kérte. Márhogy már nagyon régen nem beszéltük, egy éve kb. Most beszélek mindenkivel, most ráérek. De nem olvasom el, mit mondanak, csak beszél. Megtaláltam Harryt. Ő vele nem fog beszélni. Hát el van bújva. Jó. Én már labirintúrpő vagyok. De nem kell indítani valami játékot itt, vagy? Nem. Mi ez? Hoztál az a Leának? Nem, mert tudod nekik. Ja itt, itt nem tudsz ajándékozni, lehet mi? Jaj, no csak üdv, Humprime, a fagyos a levegő, nem, de hát menj innen. Az Elliot. Ja. Mondta. Hello, Haley. Jaj, ti pók. Itt van Marni. Sokkal itt lemenni. Ez, ja, itt van Harvey, tényleg ide bújt. Be van parázva itt. De félelmetes kezek jönnek fel a földből. Egy tévé is van ott. Itt van a Lea. Oh, vagy. Nem, ez Penny. Ebben a házban nem lehet bemenni. Én nem is tudom itt tovább menni, de érde itt. Hogy van ez? Kérdője. Ja, fent van a labirintus. Ja. Megtaláltam a kiutat, hehehe. Én nem a kiutat keresem. Én megtaláltam. Ha, nyertem. Itt a Penny. Hol lehet kijutni egyébként? Hello! Hello! Nem lehet bemenni a házba. Itt egy kérdőjel, ez mit ad? Na találjátok ide. Kíváncsiak, megtaláljátok-e, hogy kell. Nem adok segítséget. Hello! Hello! Valahogy... Nem, hogy kell. Valahogy oda kéne bejutnom. Ah, biztos ott... Zsák utca van, igaz? Mindenhol. Nem, ott lehet, hogy a fa mögött van a titok. Amit nem látok itt. De oda nem tudok bejutni a fa mögé. Itt van egy kérdője. Aha. Aha, itt a titok. Oké. Okay. És ott jövök ki, vagy mi? Nem, ott megyek arra, benn a barlangba. És kijutottam, és kinyitom a ládikót. És ott az aranytök. Nagyon nehéz. Ezt kaptad, aranytök. Szuper. És most gyalog kell visszamennem. Ott van a Linus meg a másik ostoba. Fönt. Tudok kijönni ebből a... Na végre. Hun még keresi? Hun eltűnt a labirintusba. Ja. Nagy is. Megvan.
Ő is megtalálta. Na hát, milyen izgalmas eventeket találnak ki ezek a falusiak? Igen. Ez tavaly is volt, nem emlékszem rá. Volt, csak azt hiszem, ez pont lekistük. Ja, hol, itt jöttem be pedig. Ja, nem ott. Valamint, hogy csak nekünk csinálnák ezeket. Jönnünk csinálni, meg a tévé a körből. Csak a kislány ne jöjjön. Ja. Mondjuk itt azért nem félnénk tőle, mert ilyen kis pixeles lenne. Hát nem biztos az. Mikor meg még itt ezekkel lesz? És most mit kell csinálni? Ennyi volt? Nem kb. Ennyi. Luis, nem tudom, hol van. Ja, ott van. Nem, nincs itt. Ja, itt van. De vele nem kellett beszélni akkor ezek szerint, hogy... De lehet vele. Toronyban élő furcsa fickó. Hol van Clint? Nem nézi már a geodáimat? Itt van. Nem is beszél velem. Na jó, hazamentem. Ez a buli megdöglött. Úgyis ez az epizód is lezárós, mert 1 óra 16-os már. Nem is csatlakozik. Un meg, még beszél valakivel. Ja, megyek? Ja, itt a kiáratnál sorbálunk. Én egy buli ez. Hát, a legjobb az az ilyen. Azért elcsaptam pár. Lehet az ilyen, tudod. Mondom, ki van a fejemben. Ez madár ijesztő volt itt. A raj, hátamon. És hogy kapom meg az achievementet? Hm? Mert neked megvan minden madár ijesztő így. Igen. Ja, ez az aranytok ez mi? Az nem tudom, valami, az is valami ajándék le, vagy nem tudom minek veszik. Ide rakom ezt a madár ijesztőmet is. 0-40 van? Fú, aminek egy sorban vannak a madár ijesztői. Hú, már alszik. Én is megyek aludni. Na, nem nálunk alszik. Ha-ha. Hazament. Megkomolyodott. Eminek kész van a nagy szénmennyisége. És már rakta is bele. Az összes fából szeret. Akkor... Na, viszont akkor most is lezárjuk majd mindjárt az epizódot. Megnézzük, hogy mennyi bevételünk van, bár én nem adtam el semmit szerintem, kb. Szerintem én se. De. Humpán önerőből 100 000 goldot gyűjtött, az igen. Tényleg? Azt vagy. Írta, ide ki nekem. Hát eladtál annyi cuccot. Már így a igen. Játék folyamán. Aha. Na, 86 darab kemény fát kérek. 86 darabot, akkor még kell vágnom mindjárt. Csak el kell mennem majd akkor reggel a Clinthez. Iridium öntözőt meg tudtam csinálni, mert hogy így feloldottam. Ja, azt hittem gyártottál is egyet, azt mondja, azt jó lett. De éjszaka közben. Na, viszont elköszönünk akkor az epizódból, aztán jövünk vissza majd a folytatással. Na, sziasztok! Hello! Hello!